Jó reggelt kívánok, a hetedik napban léptünk, és ezzel beért a kettő káposzta földünk is. A gyümölcs kertünk szépen növekszik, gyarapodik, és ha minden igaz, akkor a bogyóink pedig megromlottak ide bent a hajtában, így is van, van még kb. 300 komposztunk, úgyhogy rengeteg teendőnk van. Ne is szaporítsuk tovább a szót, kezdjünk el dolgozni. Első körön kidobom a szerszámokat az inventorimba, és elkezdjük betakarítani a káposztákat. Úgyhogy nem lesz szükségem ennyi, hoppá, ennyi szerszámra, ami jelenleg nálam van. Ugye előző évszakban nagy építkezésbe kezdtünk, és tele vagyunk szerszámokkal, illetve még talán nyersanyagjaink is vannak, például itt van 131 bot. Ezeket kidobáljuk, ezt követően pedig akkor kezdjünk el szüretelni. Gyors begyűjtjük a káposztákat, és miután megvan a káposzta, káposztával nézzünk valamilyen receptet, és akkor felhasználjuk a káposztát valamilyen ételnek az elkészítésére, és a szaftos hússal együtt, ami bent van az élelmiszer raktárunkban, ami remélhetőleg nem romlott meg, majd a szaftos húsról beszélek. Szaftos hússal együtt a káposztás ételeket eladjuk valamelyik faluba itt a környéken, és akkor próbálunk szerezni egy kis ezüstöt, mégpedig azért, mert ültetni szeretnénk búzát, és lehet, hogy rost is, következő körön, ugye ősszel még tudunk ültetni egy sort ebben az évszakban, hogyha jól emlékszem, akkor már csak búzát, illetve rost tudunk elültetni. Megvolnánk a káposztával, a káposztát gyorsan berakom ide a kis házikomba. Szerintem leürítettem ezt a ládát, úgyhogy van elég férőhelye, minden igaz, hogy ide beraktam a káposztákat, vagy legalábbis szerettem volna, hiszen csak 50 kg-nyit tudtunk berakni. Maradékot berakom az élelmiszer raktárba, nem akarom, hogy megromoljon. Még véletlenül se, amíg gyűjtögetek, illetve szedem össze a többi cuccot, és hogyha esetleg nem láttátok az előző részeket, elkezdtünk építeni ott egy főteret, a főteret körülveszik műhelyekkel, domb tetején látható egy vadászkunyhó, és itt a kezdőházam mellett lesz majd a földművelő részünk, itt pedig van élelmiszerraktár, illetve anyagraktár, és menjünk be a kaja raktárba, és akkor rakjuk le a káposztát. Itt van a szaftos hús, 87,5-ön van az állapota, úgyhogy ezzel is azért pihetni kell, hogy nagy valami probléma legyen a későbbiekben, és a káposzta magot pedig szerintem berakjuk az anyagraktárba, mert ahogy leszüreteltük a káposztát, megkaptuk a velejáró káposzta magokat is, úgyhogy dobjuk ide be a káposzta magot, ezt követően pedig készítsük el a trágyát, hogyha már itt a pajta körül mozgunk, felveszik a földről a komposztot, és akkor van 310 komposzt, amivel elvileg kerek számú mennyiségű trágyát fogunk tudni elkészíteni, mert 10-esével tudunk craftolni, és 31 trágyát el tudunk készíteni, úgyhogy ezt craftoljuk végig gyorsan. Miután trágyával meg vagyunk, gyors megművelem a földeket, azt követően pedig akkor magunkhoz vesszük az íjunkat, illetve nyilvesszénket, hogyha van egyáltalán, majd mindjárt megnézem, hogy állunk ezzel kapcsolatban, és megpróbálunk húst szerezni, hogy a káposztával tudjunk valamilyen komolyabb ételt elkészíteni, és készüljünk a 31 darab trágyával, rakjuk is be az anyagraktárba, és nézzük meg, hogy összesen mennyi van, mennyi áll így rendelkezésünkre. 78 van az anyagraktárba, így most már egy egész tisztes mennyiség lesz nálunk, és ha már itt vagyunk, akkor magunkhoz veszik a pakapát, illetve kell nekem egy szütyű, amiből pedig le tudjuk rakni a trágyákat, és 50 trágyára is szükségem lesz, hogyha a kettő földet meg akarom művelni. Illetve lehet nyitunk még egy harmadik földet, majd mindjárt kipróbáljuk, úgyhogy vegyünk magunkhoz 75 trágyát. Akkor így megnézzük, hogy állunk. Jobban belegondolva inkább hagyjuk, mert ugye most bogyót már nem fog tudni szüretelni a bogyóbokrokról, így nem lesz megfelelő mennyiségű trágya ellátásom, pénzt annyira nem biztos, hogy akarok költeni trágyára, és hogyha most felhasználok 75 trágyát, akkor nem lesz elegendő trágyám tavasszal a növényeimnek, úgyhogy maradunk ezen az 50 mennyiségű szántó föld területen, és akkor szerintem az egy ilyen menedzselhető szám lesz a részünkre, úgyhogy vegyük kezünkbe a kapát, és akkor kezdjünk el dolgozni, illetve bocsánat, a trágyát kell, hogy a kezünkbe vegyük először, és akkor kezdjük el trágyázni a földet.
Legyen az csak kész vagyunk, kezdjük el bedolgozni a kapával a trágyát, és utána irány a környező valamelyik falu. Nézzünk egy időt gyorsan, 10 óra 24 van, a napnyugta még nem fenyeget minket, ugye éjszaka a falulakók nyugóra térnek, úgyhogy este nem érdemes elindulni, kereskedni, viszont most még teljesen jól vagyunk, időben vagyunk, úgyhogy gyorsan megműveljük itt a földeket. Trágyázással kész vagyunk, most mehetnénk eladni a megtermelt ételeket, viszont eszembe jutott, hogy még nem készítettünk semmilyen káposztával kapcsolatos ételt, úgyhogy most húst kellene szereznünk. Utána pedig el kell készítsük a káposztás kajánkat, mégpedig azért, hogy minél több ezüstöt tudjunk szerezni, mert ha csak naturba eladom magával a káposztát, akkor nem biztos, hogy olyan sok ezüst fogja ütni a markunkat, mi pedig azt szeretnénk, hogy minél több ezüstöt tudjunk szerezni a munkánkért. Úgyhogy nézzük meg, van-e itt valamilyen fegyver. Felesleg nem rendelkezünk távolsági fegyverrel. Gyors, megnézzük már itt a technológia felületen, hogy mi kellene egy íj elkészítéséhez, milyen recept. Vászoncérna kellene hozzá, vászoncérnát se szereztünk egyenlőre. Úgyhogy íjat nem fogunk tudni elkészíteni, viszont el tudunk készíteni fából vagy kőből készült lándzsát vagy dárdát. Ez lesz a következő lépés, még mielőtt azonban ezt megtesszük, megnézzük, hogy mennyi húsra van egyáltalán szükségünk, úgyhogy menjünk oda az üsthöz, és keressük meg azt a receptet, amelyikhez káposzta fog kelleni. Meg is találtuk, a főzelékhez kell 2 darab káposzta, 3 darab hús. És ezzel az ismerettel vegyük magunkhoz a kidobott botot, tehát 2 darab káposzta, 3 darab hús, mindjárt megnézzük, hogy mennyi káposztát sikerült betermelni. 145 káposzta van az élelmiszer raktárban, és itt a házban elfelejtettem megnézni, hogy mennyi van, itt pedig 250 káposztát sikerült szerezni, ami azt jelenti, hogy 395 káposztá a rendelkezésünkre, tehát ha minden igaz, akkor 197 darab főzeléket fogunk tudni elkészíteni, ami rengeteg. Kicsit gondolkodtam egy a főzelék elkészítésén, és arra a döntésre jutottam, hogy nem fogunk most a főzelék elkészítésével foglalkozni, mert rengeteg idő elmenne vele, és haladni kellene itt a kereskedéssel. Valamint fel kell, hogy készüljek a következő évszakra, ami a tél lesz, úgyhogy még meleg ruházatot is kell szereznem. Úgyhogy a főzelék elkészítése az egy következő projekt lesz, azzal most nem tudok mit csinálni. Amivel viszont tudok mit csinálni, az a főzeléknek az eladása lesz, amiből akkor megpróbálunk búzamagokat venni. Remélhetőleg lesz elég ezüstünk, mert ahogy néztem, sokkal olcsóbban fogják venni a szaftos húsunkat. Így, magunkhoz vettük a szaftos húsokat, és akkor nézzük, hogy van-e valamilyen olyan dolog, amit el akarok még adni. Megnézzük a raktárat, ide beraktam az összes értékemet, úgyhogy gyorsan magamhoz veszem azokat a dolgokat, amiktől megválnék. Remélhetőleg az inventorium is ki fogja bírni. Oké, első ránézésre meg vagyunk, összeszedtünk minden értéket, és akkor nézzük ki, hogy melyik városba akarunk elmenni. Nem tudom, hogy Piasztóviában van-e földműves árus. És közben nézem, hogy lehet, hogy van itt egy főküldetés Piasztóviában, mint hogyha itt egy valamilyen különlegesebb felkiáltójá megjelent volna, arra lehet, hogy ránézünk. Azért lenne érdemes Piasztóviába elmenni, mert próbálnánk már akkor ilyet is szerezni, és így kovácsmestert nem nagyon láttam a városokban, viszont Piasztóviában van egy piac tér, és ott lehet, hogy tudnék ilyet szerezni, ami pedig nagyon jól jönne ahhoz, hogy vadásszunk egy sort. Úgyhogy próbáljuk meg Piasztóviát, úgyis rég jártunk arra. Elmenjünk a fővárosba, megnézzük, hogy mi a helyzet, és ha már arra járunk, akkor beszélünk az ottani illetékessel, aki a felkiáltójel. Nem menjetek sehová, Piasztóviában találkozunk. Közeledünk Piasztóviához, és egy érdekes dologra lettem figyelmes, itt volt egy ilyen menekült táborszerűség kinn a városnál, itt még tűzhelyük is volt, és nincs itt egy lélek se, úgyhogy nem tudom, hogy százalékos eséllyel spawnolnak a toborozható falulakók bizonyos településeken, vagy csak bizonyos évszakban lehet őket betoborozni. Minden esetre megérkeztünk Piasztóviába, úgyhogy próbáljunk megkeresni megfelelő árusokat, és kezdjük talán ezzel a felkiáltójel, és ez egy hirdető tábla, úgyhogy itt tudunk
olvasni parancsokat. És ezekkel a parancsokkal dinasztia hírnévre tudnánk szert tenni, viszont most nem ez a célom még egyelőre, hogy küldetéseket csináljak. És itt van egy emberke, aki azt hittem egy pillanatra, hogy Kovács termékeket árul, viszont ő egy bányász, úgyhogy sajnos nem tudunk szerezni tőle olyan dolgokat, amiket szerettem volna. Nézzük, van itt egy élelmiszer árusunk, van itt egy kalapácsos árus. Neked van ilyen esetleg, amit el tudnánk vinni? Igen, és ő úgy néz ki, hogy egy kovács bolttal rendelkezik, ami kiváló a számunkra. És ha már így elkezdtünk beszélgetni, akkor eladjuk számára a nálunk lévő dolgokat. Úgyhogy nézzük meg, hogy mennyi pénzt sikerül összeszedni. 76 szaftos húst, 570 ezüstért tudjuk eladni, úgyhogy így egész jól állunk. 1531 ezüstöt sikerült szerválni, és van nála még 39 bőr. Arra gondoltam, hogy ebből a 39 bőrből csinálunk ilyen bőrszütyőt, aminek az ára szerintem jobban fog menni, mint a sima bőré, és meg kapok egy kis tapasztalati pontot is, valamint helyben meg tudom csinálni, mert kézi barkáccsal el lehet készíteni, úgyhogy nézzünk egy árösszehasonlítást gyorsan, hogy melyik mennyiért megy el. 2000-től többet kapunk az szütyőért, úgyhogy bőrből csinálunk szütyőt gyorsan, és akkor utána próbálom keresni valamilyen földművelése kapcsolatos árust, úgyhogy készítsük el a szütyőket gyorsan, utána váljunk meg tőle. Nos, meg vagyunk a 39 szütyővel, és közben kinyitottuk a szabóházat is, ami nagyon király lesz, mert a betermelt lenből fogunk tudni csinálni magunknak téli ruházatot, úgyhogy ennyivel beljebb vagyunk a következő évszaknak a megkezdéséhez. És itt nézem itt a környezetem az iránytűt, sajnos nem nagyon látok földművest, úgyhogy átruccanunk Osztolyába, és akkor megpróbálunk ott szerezni, mert ott, ha jól emlékszem, akkor ott biztos van földművelő árus. Veszünk íjat, ha már ide jöttünk, ne legyen felesleges végezetül az idevezető út. És egyébként annyira nem is drága, azt hiszem drágábban árulják. Például itt 210 ezüstért lehet egy hosszú íjat kapni. Nézzük, hogy van még valamilyen, ami olcsóbb esetleg. Visszacsapó íj, illetve a sima íj. Szerintem a hosszú íjnek nagyon király sebzés van, úgyhogy lehet, hogy veszünk egy hosszú íjat. 40 sebzés van, vegyünk egy hosszú íjat. 210-be kerül, és akkor van még nálam egyszerű szütyő, azt pedig eladjuk 234-ért, úgyhogy mindenki jól járt. 1555 ezüst maradt nálunk. És megnézem ezt a hosszú ilyet, mert én szerintem mindig a visszacsapót szoktam használni, csak kíváncsiságból. Wow, azt nézzétek, ez tényleg egy hosszú íj. Jó nagy darab, és szuper sebzése van. Most már igazi britteknek érezhetjük magunkat, és menjünk át Osztolyába. Egyébként van itt kint egy kocsis a város előtt, nem tudom, hogy melyik oldalt van. Lehet, hogy megkérdezik, hogy Osztolyában mennyi pénzért visz át minket, hogy haladjunk az idővel egy kicsit, mert már 15 óra 40 van, és itt is van a kocsisunk. Osztolyában 130-ért visz át minket. Szerintem belemegyünk, annyira nem vészes. Nem a legolcsóbb fuvar, de köszönöm szépen, kocsis uram, hogy áthoztál ide minket, és remélem jó faluhoz jöttem, és jól emlékeztem, hogy itt van a földművesünk. Léci, kérlek. De úgy emlékszem, hogy igen, ott is van. Jó, megtaláltuk. Itt a földműves. Ígyunk egy kis immunerősítő vizet, együnk egy pár falatot, és akkor nézzük meg, hogy tudunk-e venni búzát. Itt van a búza szem, és hogyha 50-et akarok venni, akkor 375-ért fogunk tudni venni. Vegyünk 50 búzát, és ha már így belelendültünk egyébként, és még maradt ezüstöm is, meg van egy csomó káposztám, nem állok annyira rosszul, akkor próbáljuk meg ezt a rost történetet, mit szóltok. Van még itt rost szem, veszek 25 rost, ez 150, és egyelőre el fogom tudni ültetni ezeket a növényeket, mert van annyi trágyám, és télnek a végén akkor eljövünk még trágyáért, csak ne felejtsük el, hogy a tavasz nem tudjuk megkezdeni, mert nem lesz elég trágyám. És akkor így szerintem rendben vagyunk, ültetünk még akkor 50 búzát, illetve 25 rost. Van nálam hosszú íj, azzal el tudok menni vadászni majd, miután megcsináltam a földművelést. Ezzel megvolnánk, menjünk vissza a kis falunkhoz. Közben itt találtam egy bogyó
bokor csoportot, és beigazolódott az, amit mondtam. Ősszel már nincsenek bogyók, úgyhogy jól tettük, hogy csinyán bántunk a trágyával. Van itt még elég sok őzike, úgyhogy lesz mit vadászni még szerencsére. Még 200 méter, mindjárt visszaérünk. Visszaértünk, a kettő előlévő mezőt akkor bevetem búzával, és akkor utána csinálunk egy harmadik mezőt. A harmadik mezőnk pedig a rozsra lesz majd tele. Viszont kelleni fog egy szitja, hogy ezt elkezdjük, utána pedig kell még fakapa, hogy lehelyezzem a harmadik mezőnket. Van egy 75% állapotos fakapa, nem vagyok benne biztos, hogy ő ki fogja bírni, ha elültetek. Még egy földnek a megművelését, mert ki kell kapálni magát a földet, utána pedig a trágyát még bele kell forgatni. Úgyhogy lehet, hogy kell még majd kapát craftolni. Minden esetre a szütyő az nálam van, úgyhogy kezdjük el a búzának az ültetését. Utána pedig készítsük elő a rost. És hogyha marad még időnk, akkor két irányba mehetünk el. Az egyik, vagy elkezdünk vadászni húst, és akkor elkészítjük a káposztát. A másik pedig készítünk egy szabóházat, illetve folytatjuk a falulakóknak a házainak az elkészítését. Én úgy gondolom, hogy először állatokat fogunk vadászni, már hosszú íjat ki akarom már próbálni, ha már ilyen menőn néz ki. És ebben az évszakban jó lenne előkészíteni a kezdő falunkat, az önellátó kezdő falunkat, ami azt jelenti, hogy 14 lakosunk lesz, ahhoz kelleni fog 7-es darab kőház, illetve minden olyan épület, hogy magukat el tudják látni. Szerintem az épületekkel jól állok, most így gondolkodom, hogy kell-e még valami extra, mert igazából fakitermelésük van, műhelyépületek vannak, vízük van, van kút, tudnak mit inni, már csak az kell, hogy egy kőház várja őket, van vadászházunk is, úgyhogy elméletileg minden készen áll arra, hogy fogadjuk majd az első lakosokat, viszont még dinasztiapontot kell, hogy szerezzünk majd, ez lesz a téli évszaknak a fő fókusza, hogy minél több dinasztiapontot összeszedjünk. Ha esetleg nem tudom időbe elkészíteni a kőházakat, akkor ott még majd az utolsó simításokat elvégezzük télen, és betaborozzuk a falulakókat remélhetőleg. Ez a terv, aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül kivitelezni. Közben a búzával meg vagyok, és akkor vegyük kezünkbe a kapát, és kezdjük el a rosföldet. Mielőtt azt elkezdem, azonban vágunk itt fát magunknak, hogy kraftoljunk még fakapát, mert biztos vagyok benne, hogy egy darab nem lesz elég. Így kettő fakapát még lekraftolunk, és akkor egy 25-ös mezőt lerakok még. Az lesz a harmadik mező, és közben gondolkodtam, hogy hova kellene lerakni. És itt olyan szépen közre fogná ez a három épület, hogy megpróbálom lerakni ide, megnézzük, hogy mutat. Úgyhogy egy 5x5-ös mezőt villancsunk itt. Még lehet egyel arrébb viszem. Így, né. Harmadik 5x5-ös mezőnek megvan a tervrajza. Kezdjünk el kapálni. Ja, a mezővel megvagyunk, rakjuk körbe úttal. Kelleni fog 25 trágya, hogy megműveljük ezt a földet. Úgyhogy az anyagraktárban mindjárt ezt magunkhoz vesszük. És akkor 34 trágya maradt összesen tavaszra, és azt majd akkor fel kell dúzasztani. Vagy 75-re, vagy 50-re. Még nem döntöttem el, hogy tavasszal ki akarom használni mind a három mezőt. Majd meglátjuk még, hogy alakul. Kezdjünk el trágyázni. Készüljünk a rozs elültetésével. A mai estére még egy dolgot akarok csinálni, az pedig a vadászat lesz, úgyhogy tegyük le a földműveléssel kapcsolatos eszközöket, szerszámokat, nyersanyagokat, és menjünk el vadászni. Van nálam egy hosszú íj, vegyük magunkhoz a nyilvesszőket, kőkéseket meg majd menet közben gyártjuk, úgyhogy rakjuk ki gyorsgombra a hosszú íjat, és akkor kezdjük például a vashegyű nyilvesszővel. Nézzük meg a Piastovia irányába lévő őzikéket, és közben kaptunk egy státusz effektet, hogy fázik a karakterünk, amire annyira nem számítottam. Mondanám egy fákja, azzal el vagyunk, hogyha van bármilyen fagyás közeli dolog. Szemmel tartom ezt a státusz effektet, aztán ha nagyon gáz, akkor rakunk majd tüzet. Meg is találtam a szarvas csordát, próbáljunk meg leadni egy lövést, miközben ilyen fura hangot ad ki a karakterem a fázástól. És fejbe kéne találni valamelyiket, hogy
egy lövéssel elkapjuk, ez sikerült is, és szitet léptünk vadászatba is, nagyon király. Nézzük meg, milyen képességet tudunk adni vadászattal kapcsolatban. 500%-kal több tapasztalati pontot érő képesség is van, illetve lopakodás, ha tudnék tenni, de ami nekem a legjobban tetszik, ez a 10%-os stabilabb célzás távolsági fegyverekkel, így talán annyira nem fog bemozogni a nyíló, miközben próbálunk célozni, és itt felkínálta magát a következő szarvas, csak nem mozdítsa a fejét semmilyen irányba. Meg is van, jó, szereztünk most már kettőt. Le tudunk teríteni még kettőt? Igen, jól haladunk. Megvan a harmadik, és akkor próbálj meg a negyediket is elkapni, vagy elég fura élőlények, hogy nem menekülnek el, miközben itt esnek össze sorba a barátaik. Jó, megvan. Megvan négy. Van nálam még egyébként erősebb nyilvessző. Itt van egy részhegyű. Próbálják meg az ötödiket? Észre se veszik, hogy szétlövöm őket. Jó, hogy csak megsértettük. Jó, megvan egy ötödik is. Oké, kezdjük el a nyúzást akkor. Kelleni fog még kő, mert meg kell, hogy nyúzzak ötöt. Előveszem már ezt a fákját, mert elkezdett fázni a karakterem, és elkezdett csökkenni az életerőm. Kaptunk le kettő kőkés, szerintem úgy azzal el leszünk. Tehát számolgattam, hogyha 197 főzeléket tudunk elkészíteni, és egy főzelékhez 3 hús kell, akkor ami eszméletlen mennyiségű húsra lesz szükségem, 592-re. Ami elég egy lehetetlen számnak tűnik. Úgyhogy még egy jó pár szarvas le kell, hogy lőjek. Mondjuk 2-ből 27 hús már sikerült összeszedni, de azért ez egy ilyen ipari mennyiség. Viszont minél többet elkészítünk, annál több ezüstünk lesz, ez lebegjen a szemünk előtt. Közben kicsit eliszkoltak előlem a tőzikék. Viszont visszanyertem a vashegyű nyilvesszét, úgyhogy lőjük le még ezt a maradékot. Ezt a csordát elkaptam, 9-en voltak összesen, jól számoltam, közben majdnem nekem rontott egy farkas. Random fázik a karakterem, ami elég pusztráló. 111 húst sikerült eddig összeszedni, és még van itt egy állat. Lehet, hogy mindjárt ezt a farkast is elkapom, ha majd ennyire bajt akar magának. 123 húsnál járunk. Már nagyon király. Egyébként az se baj, hogyha maradt káposzta, mert legalább lesz élelmiszer a hallakóknak, akiket beköltöztetek az elején. Mert valamilyen alapvető felszereléssel nem árt, hogyha rendelkeznek, illetve élelmiszerrel. És ott van kettő darab farkas, megpróbáljuk elkapni őket. Viszont nem a kőhegyű nyilvesszővel kellene próbálkozni náluk. Van még kettő vashegyű nyilvessző, megpróbálom mindjárt ezzel elintézni. Jó, egyel meg volnánk, viszont van még kettő, úgyhogy óvatosnak kell lennem. Jó, milyen mesterlőszek vagyunk, még van egy. És megvan mind a három, szuper. Háromszor egy lövés, három farkas. Közben fázunk, úgyhogy ügyeljünk arra, hogy legyen nálunk valaki folyamat. És lehet a mai napra ennyi volt a vadászat, majd mindjárt meglátjuk, mert túl is vagyunk terhelve. Még ezt a két farkast megnyúzzuk. Visszamegyünk, és akkor megnézzük, hogy mi kell a fatához, mert szerintem fatál fog kelleni ahhoz, hogy főzeléket készítsünk. Közben craftolnom kell még egy kőkést. Lehet buffalót kellene vadászni, azon rengeteg hús van, amelyen ipari mennyiségű hús kell. 153, nem annyira rossz egyébként. Ígyunk egy korty vizet. És a technológiánál nézzük meg a receptet, hogy mi kell pontosan főzelékhez. Fatál fog kelleni a főzelékhez. Viszont nagyon jó árba megy el egyébként, 40 ezüstöt ír az eladási árnak főzelék. Még a szaftos hús az 17 volt, és 70 darab szaftos húsból szereztünk, hogy 500 ezüstöt. A főzelék nagyon jól fog elmenni. És vegyük is meg a receptet, valamint vegyük meg a fatálnak a receptjét, és akkor kezdjünk el fatálkat készíteni. Fatál receptje pedig a műhelynél lesz, hogyha minden igaz, itt van a fatál, fatálhoz pedig röng fog kelleni, az viszont már a kellemetlenebb része a történetnek. Rakjuk ki a húst az élelmiszerraktárba, kerítsünk egy baltát, és akkor menjünk el fát vágni. Mindjárt kiszámolom, hogy mennyi fatálra lesz szükség. 51 fatál fog kelleni, ha minden igaz, ezzel a hús mennyiséggel. Nem tudom, hogy van-e itt még sima hús az élelmiszerraktárunkban, mert akkor lehet, hogy elég fog még több. Nem látok többet, menjünk el fát vágni. Túladat van még juharfa, így talán egy kicsit
könnyebben tudunk még fához jutni. Hogyha 5 patálat kapunk egy darab rönkér, akkor elvileg 10 rönkre lesz szükségem. Miután megvan a nyírfa, meg is van a 10 rönk, és akkor menjünk át patálat készíteni. Itt vagyok a munkaasztalnál, és akkor nézzük, hogy igen, 5 patálat kapunk egy rönkér. Lehet, hogy több rönk kellett volna, igen, több kellett volna, mindegy 50 patálnyi főzeléket fogunk elkészíteni. Az is jó lesz így kezdésnek. Csak az inventory helyünk bírja. 150 húst magunkhoz veszünk, utána a házban lévő káposztákból pedig 50 főzeléket szerintem el fogunk tudni készíteni. Ha belefér az időnkbe, mert már 3 óra 55 van. Így né, 150 hús adott, és a házban lévő káposzta kell már csak. Körülbelül ilyen 80 káposzta fog kelleni, ha jól számoltam. És úgy fogjuk kivenni a ládából, hogy itt legyek az üst mellett egyből, mert ezt kiveszem, szerintem már nem fog tudni megmozdulni. De meg éppen határeset, és akkor itt van a főzelék, és 40-et tudok, akkor valami elment így a matematikába. Valamit rosszul számoltam. De mindegy, kezdjük el készíteni, aztán már meglátjuk, hogy mi marad belőle. Készüljünk a 40 darab főzelékkel, és nézzük meg, hogy mi maradt ki végül. Kimaradt 10 darab patál, 30 hús, az helytálló, mert egy főzelékhez 3 hús kell, akkor káposzta nem volt még nálam, mert ezt felhasználtak mindent, ahogy nézem. És 2 káposzta kell egy főzelékhez, akkor 20-nak kellene lehetni. Ami nem igaz, és akkor még 10-et el tudunk készíteni. Így van, még készítsünk el 10-et, és akkor itt befejezzük az első napunkat. Így is kicsit csaltam, mert átnyúltunk a második napba sajnos főzéskézéssel. Készüljünk az 50 főzelékkel, ezeket a főzelékeket nagyon jó pénzért el fogjuk tudni adni. 7 óra 47 perc van, úgyhogy ezzel a 7. napot lezárjuk, és a következő részben találkozunk. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!